Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit. Zuglóba vagyunk, Alsó-Rákoson, a Bosnyák tértől nem messze. És találkozni egy kedves nézőmmel, aki privátban megüzente, hogy szerette velem találkozni. És a mai időpontot sikerült összeszednünk, erre, amikor mindkettőnknek jó. Egyébként december 19-én veszem fel ezt a videót, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy hum, van még karácsony, ugye, mert 5 nap múlva itt van, ezért nyilván hoztam ajándékot is. Oké, úgyhogy körülbelül egy ilyen fél óra múlva szerintem, kicsit korábban is kijöttem, de nem baj, legalább tudok videózni, vagy fotózni Ikarusokat itt, és már legalább 3 elment, amiket láttam a másik irányba, úgyhogy azok előbb-utóbb vissza is fognak jönni, mert héten van a legtöbb. De végig is eltöltem itt az időt addig is. Tényleg nincs ezzel probléma, tehát előbb-utóbb be fog futni ugye Patrik, majd úgy is látni fogjátok, hogyha megérkezik. És hogyha minden igaz, bár ezt majd nyilván ő dönti el, itt fog menjünk, de szerintem elmények videózni valamelyre. Szerintem egy előződése, mint azt mondta volna, hogy menjünk el Kelenföldre, és akkor videózunk vonatokat. Úgyhogy valószínűleg ez lesz. De nyilván, ha máshova akar menni, akkor máshova megyünk. Igazából majd mondani estig ráérek, szóval bármikor. Úgyhogy akkor itt most szépen megvárjuk, és akkor majd jelentkezem. Sziasztok! Hát közben akkor találkozunk ez a Patrik, nem, csak nem videóztunk ott a Miskolci utcánál. Most itt vagyunk a 4-es metrón, a keletibe. És akkor szerintem, mondasz valamit mondatról? 14 éves vagyok. Hát aki már Huálbeci videóát nézte, akkor az már ismert engem. Ugye látássérült vagyok. Az pontosan mit jelent, de csak a nézők kedvéért, hogy először meg kell kérdezni. Hát, nagyon keveset látok, így homályosan. Semmit? Vagy hát keveset, így homályosan. Szóval itt, hogyha egy-két méteren van egy ember, akkor nem ismerem, hogy ő vagy férfi, szóval. Ja, tehát most engem látsz, de nem ismernél meg, hogyha... Hát, nem hinném. Körülbelül egy perc múlva indul a metró, és akkor te mondtad, hogy Kelenföldre megyünk, és akkor videózunk vonatokat. Igen, és mindjárt indulunk kis közben. De egyébként szoktál utazni a 4-es metróval. Hát én minden nap, ez napra időszörös csinálom. Ja, tehát akkor ismered is közben, akkor... Tehát most pont benne vagy akkor a videóban. Én már kevésbé, de most nem én vagyok, hogy engem már ismernek. Megnéztem, hogy akkor rád van. Ja, persze. Jó, sőt, videózz azt is, tehát fogd. És akkor most megy a felvétel, és akkor ne takarod a lencsét az ujjaddal. Jó, most mi látszódik amúgy? Hát most az ujjaddal takarod a lencsét, így semmi, de hogyha így fogod, fogd itt inkább az LCD-t. Jó, akkor most mutass csak. Most látod az ajtót. Igen. De ez egy tök jó minőség van amúgy. Igen, ez egy Panasonic kamera és Full HD. Tehát te telefonnal szoktál videózni? Aha, hát eddig ugye LG-be vettem fel. Milyen LG-d volt? G4C. G4? Aha. Nekem is az van, egyébként csak több mint 3 éves telefon. Ja, hát az is az volt kb. És egyébként, hogyha mit tudom, valamilyen vóra bejárási mész, akkor ezzel minőgesítő egyébként vagy itt. Igen, és ezzel... Vagy itt fogod amúgy egy ideig. Nem, meg ebben állásul van egy képstabilizátor, ami a rászkódást csökkenti valamennyire, tehát kevésbé remek be a kép, hogyha csak így fogod. Meg hogyha apró rászkódásokat, azt így tudja kompenzálni. Ja. És egyébként ezzel szoktam a videókat felvenni. Én nem tudom, hogy itt én azt hittem, hogy kicsit nagyon babús. Nem, hát ez akkor nem, tehát most már ezek a kézikamerák, ezek ekkorák. Amivel még besiolt és kezdett el először videózni, ugye még 92-ben, akkor azok még ilyen nagyobbak voltak. Van olyan kamerám, nekem is volt olyan régi VHS, csak az nem működik már. Ja, jó. Ja, de nem, hogy becsukod az LCD-t attól, mert ott videózik tovább. Ja, jó, hát azt hittem. Na most sem fokozom. Ez megint csak az jó. Hát és akkor majd megyünk Kelenföldre, ugye. Na, akkor beálltam, és akkor megfolytod az LCD-t, akkor azt is látod, ugye, hogy szembe tartod. Szintén ott vagy benne. És akkor nyilván, hogyha szerencsék van, akkor sokkal ki fogunk fogni Kelenföldön. Egyébként van kedvenc mozdony típusod? Csörgő. Csörgő, de gondolom, akkor a klasszik csörgő, amiben a misztikotól van. Hát az a felújított, aminek már azzal becerem, hogy hörgő van, már... Hát nem annyira jelenzetes a motor hangja, ugye? Azt szerintem én is a klasszik csörgőt, én is jobban szeretem. Hát, na majd rá fogunk egy kicsit később térni, hogy van-e még kedvenc videósod, akiket szoktál nézni. Jó, ott nyilván azt... Nyilván az egyik te vagy. Jaj, ez én merném nem mondani azt, hogy Kuhár Bence vagyok. De például van olyan, és most de majd később visszatérünk rá, de
De van ilyen hallvárom, aki videózik, és neki a csirkő a kedvenc mozdanya. Van nekem egyetem a nohab, de... Bocsánat, ezt tudom, 2011 októberben, nem gyermekvasút, ezt egyébként a Intelli gyermekvasútot videóztunk rá. Igen, az Intelli gyermekvasút de volt a... De mit keresett a kőzős amúgy? Volt, mert régebben rendszeresen járt a gyermekvasút, már ebbe viszont majd ajánlod neked valakit, az Elénk az, hogy nem tudom mennyire ismered. Mert hát ők a videóiből valamából ismered. Ja, tehát ő gyermekvasutas volt. Tehát nekem a gyermekvasutról biztos, hogy tudna mesélni többet is. Mert, ja, de igen. Azon csinálkozom szomorú, de szokásos, hát nem tudom mi a típus az annak a mozdulnak, ami húzza, de... MK45-ös. Viszont már régebben is járt gőzös, még emlékszem, mert én 2009 óta lakok Pesten, és akkor még elmentem gyermekvasútra gőzösözni. Csak most így nem is tudom már... És most hogy visszatértek eddig? Hát már legalább 3 vagy körülbelül 5 éve leállították, mert valami baja volt, és akkor mostanra tudták megcsinálni annyira, hogy így különbenetekben azért már tud közlekedni. Ja, de láttam, hogy kettőfajta mozza és húzza a gyermekvasútat a gőzösök ki. Van egy fehér piros, meg egy teljesen piros színű. A teljesen piros színű, és ugyanolyan, az is MK45-ös, csak van még a régi tetró festését visszakapta. Meg van egy C50-esük, de az nem szokott kimenni, csak így külön vonatokba. Ja, és hogy tudta oda menni az alagúthoz, hogy tudta oda eltalálni? Hát az alagútig felsétáltunk oda, mert ott az a hűvösvő egy erdőben van, és akkor ott még erdei út is vezet oda, plusz ugye a sineken keresztül is, ugye a sinek mentén, hogyha sétálsz, akkor oda találsz. Ja. Azt mi csak oda felmentünk. Közben hallottam, hogy minden gyerek, amikor bement az agon, akkor minden gyerek visított. A szokás, hát az... Van ilyen alagút, ami nem visítanak? Ja. Ilyenkor? Mondtad is a videó volt, hogy... Alagútban az kötelező. Mindenki fél a sötétben az visítanak. Persze, nyilván. De szerintem azt nem én mondtam, az volt Bélicsi volt. Hát ez mondta, hogy az alagútban mindenki sikít, hogyha meg egy repülőgép leszáll, akkor mindenki tapsol. De ez ilyen megmagyarázhatatlan dolgok, de így van. Egyébként mit tudom, hogyha 295-ig kérdezze valamilyen buszt, simán megmondom, hogy a végára más egyébként. Ez összességes. Jó, de a buszokban nagyon otthon. Hát azokban meg a villamoshoz van, hív. Van kedvenc típusod buszokból? Van, persze. A buszokban az Ikarus. Igen, azt gondoltam, majdnem mindenki az Ikarus, tehát gondolom, hogy 260-asok, 280-asok, azok a régi Ikarusok. 280, 405, 412, 415, 435. Hát a 405 az nekem annyira nem tetszik a dolcsának, ugye, de végig is azok is Ikarusok, tehát... Hát, de viszont ezek az új típusok, a modulóikus V127, azok nekem nem... Pont ezt akartam, hogy... Nem tűnik az Ikarus fénykorát szerintem. Igen, na, pont ezt akartam, hogy ezért kérdezni, de akkor megelőztél, hogy ezekről a PMP-s, ezekről nagyon úgy, az Ikarus egy egyedisekről, mi mit gondolsz, mert tényleg, mert azt... Tehát hozzáfűzött emléket. Nem váltott ebbe hozzáfűzött emléket is. Amikor az első ment, akkor ugye nyilván ott voltam egy videóztam, és néztem, és hát ja, láttam. Jó, tehát aztán meg kiderült, hogy azért vannak bajai bőven. Nem emlékszel-e még, voltak ezek a Rába Volvo hibrid buszok, amiket szintén nagyon beharangoztak. Úgyhogy kb. 3 évvel ezelőtt, hogy ezek milyen ja, jó buszok. Ja, tudom, a Volvo 7000. Igen, a hibrid. Csak aztán nagyon gyorsan eltűntek a vég. Hát kb. Egy év után el is tűntek be, kiderült, ja, azok sem olyan Hát is, meg olyan voltak vele bajok, a belvárosban nem volt valami, nem tudta feltölteni az aksit, meg állandóan ugye leállt a légkon. Úgy tudom, hogy az 5-ös, a 7-es, a 9-es és a 67-esek közlekedtek ezek amúgy. Igen, pontosan, és belvárosok, és igen, most is közlekednek, még ilyen agglomerációs adatokon szoktak lenni. Tényleg, de úgy tudom, hogy a volábusz, ami határúton induló, és gyáva menő buszokon szokott lenni. Pontosan, a határúton látunk is egy Volvo-t most szombaton. De azok sárgának vannak festve már, igaz? Nem, nincsenek sárgának festve, az ugyanolyan színű volt. Ugyanaz a lába volt, a hibrid volt, ugyanaz a dizájn volt rajta. Azt hiszem, várják, hogy melyik elment, most így hirtelen nem emlékszem, hogy melyik buszjárat tették be, de onnan az Európa-alka a szemből indult. És egyébként voltak még 17-ben vagy 16-ban valamikor, amikor a volán belakta őket ilyen távolsági buszokra, a Gödöllő meg Vác között például járt egy ilyen. Az Olival egyszer el is mentünk, de miatt Gödöllőre, hogy akkor utazunk el úgy Vác, hogy ezzel a busszal, az egyikkel. És akkor is még ez a kék színben volt, nem volt volán busz sárgára átfestve. Ja. Ugyan ezzel a kék színnel ment. Ja, szóval ugye azt kommentettem oda, amikor Kajrán csárdában csináltátok azt a logot. Ja, akkor... A buszokon nyugodtan kérdeztesz, mert szó szerint le van történetem a budapesti menetrend, és abban az összes busz benne van, szóval... Én kívülök. És van kedvenc járatod is? Gondolom, hogy amivel így rendszeresen szoktál járni, mondjuk hát, a 7-es, meg a... Igen, meg de... a úgymond a 7-et talán. Akkor meg a 103-et használod. Ezekkel szoktam eddig. Ami azon lepültem úgy, hogy a 270-es általában csak ugye kuráknók járnak, rövidek,
és egyszer látogatta egy 415-ös. Pont álltam a megállóban, és vártuk a helyettes, és pont megérkezett egy 415-ös 270-es. Ja, és a metrókat, azokat mennyire szoktad? Tehát a metrókat, azokat nyilván szerintem sejthető, hogy nálam a szovjetek. Mondom, de akkor utaztál, még emlékszel, még a 81-esek a 3-as metron, meg... Azok, még az Evi álmosokra is mentem, viszont az utolsó mellettel sehol is nem utaztam. Sajnokkal, még a ment az utolsó mellettes mellett a... Azzal én se tudtam, de... Azzal én se tudtam utazni. Nem tudom, hogy felmentet azért az utolsó mellettét, mentem az utolsó, de... Nem, hanem akkor videóztam, amikor a 3-as metron még a teljes vonalon járt. Az utolsó üzemnapon kint voltam majdnem másfél óráig a vonalon, és... Akkor viszont rengetegen kimondtam, viszont üzemzárásig nem tudtam maradni. Tehát ilyen este 8-ig videóztam. Láttam róla a videót, hogy bemondták, hogy itt mondták majd az utolsó kék orosz metró útest felé. Igen, és hát azokban nem is vannak, hogy nyilván visszatérni oda, de... Sajnos. Például ott volt a vízipók, az ugye az önök kedvenc, mindenkinek. Ja. De mondjuk meg itt a 4-es. Valamennyire emlékszem még a 2-es metróba és a... Bizony, hát én... Oroszokra, viszont azok már 2013-ban elmentek. Bizony, hát én még utaztam velük, hát én ugye ott laktam a füzeti lakótelepen az őrstől, és akkor rendszeresen azzal jártam be dolgozni. Mindig ugye minden metróba mentem, és akkor még a kékek voltak sokáig. Mi ott volt a vízipók is, azt akkor nagyon bírtam, hogy a sok fényszóros jön, akkor a vízipók. És teljesen sokáig aztán ott voltam, amikor jöttek az első asztomok. Akkor még azokat kerestük, hogy na, még van egy asztom vonalon, akkor hát ha az jön, akkor fogjuk, kivárjuk, megutazzunk ja, azzal. Ja, most meg már visszaségünk. És utána, amikor meg már kékek voltak, kevesebben, akkor meg na várjunk, kicsit hát valami kék fog jönni, nem az asztom, akkor most egy Barbie fog jönni. Hát igen. És nem voltam ott akkor sem, amikor az utolsó Barbie az bement a garázsba. Ja, arról láttam, hogy elment a pillagócet az utolsós. Volt egyébként, meg a rádióforgalmazást is feltették róla. Igen. De jó. És itt a 4-es metró, azok gondolom, mit szólsz, hogy ez megy vezető nélkül? Ez már, ez már a high-tech, de adom az asztomok, azokat, nem tudom mennyire. Nem az asztomok, nem? Nem, igen, az sokaknak nem egyébként, nekem se. Nem volt, őt volt a BKK-jük, folyos a telefonomra, és útból néztem, és volt zűzavar a 2-esen meg. A Dark és a Déli között. Szokott egyébként, hogy bele is szaladtam már egy pásztól, mert én még azon utazok rendszeresen. Ja, ugye a 2-esen még ebben őskeleten. Igen, azt láttam, hogy utaztál a 3-as metron és a pandán. Mentélek őt, van ilyen videód, amikor a pandán mentek. Igen. Az a legás, az is a pármát nézettségben, az 947 megtekintő is. A többi mind ilyen 87-90 megtekintő. De majd belinkelem ide az én videóm alá is, és akkor majd lehozzá tudod dobba a némi nézettséget. Ja. Lehet, hogy tőle hányan néznek. Lehet, hogy talán még decemberben, amit szerint meg lesz az 1000 talán. Az meg lesz, tehát na, akkor most mondom mindenkinek, hogy Patriknak azt a videóját nézzétek, hogy legalább 60-an, vagy mennyi, 900, mennyi volt rajta? 977. Jó, akkor 53-nél nézném az a szinkéjel legalább egyszer, az a videót, amit majd be fogok rakni, az a Patriké. Az a szín, hogy felújtod a M3-nak. És akkor karácsonynak hozunk neki össze egy egyszeres nézettséget. Ez egy jó karácsony ajándék lenne neked, nem? Da. Hol vagyunk? Bikásnál következő a végállomás lesz. Aztán majd a pedonon majd még folytatjuk. Ja. Aztán az egyszerűbb, mert most jó végig dumáltuk az utat a keletitől idáig. Ja. De nem baj, hát... Én sem vettem, hogy melyik vagyok a bigás. Nem baj, hát ezért lesz még miről beszélnünk egyébként, meg ja. Majd... Na, majd... Ha akkor el is soroltam az összes buszolt. Kb. 3 perc alatt elsorolom, szóval. Akkor csináljuk azt, hogy most, ameddig elmegyünk Kelenföldig, akkor kezd el sorolni, és akkor egy Kelenföldig mennyit sikerül. Jó, nézd. 5-ös. Pasolíti tény, Rákos palota, Kossuth utca. 7-es Albert van vasútállomás, új palota, hír palota út. 7-e Blaharúsotér metróállomás, új palota, hír palota út. 7G Cikutya autóbuszolás, új palota, hír palota út. 8B Kelet, hogy vasútállomás, metróállomás, keleti pályaudvar, metróállomás. 8E Kelet, hogy vasútállomás, metróállomás, új palota, hír palota út. 9-es Óbod a Bokrádi út, Kőváros vasútállomás. 10-es Övesezőkötő metrós hírállomás, Expo tér. 11-es Bartali tér, metró és hírvállomás, Nagy Bájdal út, 13-as Budapéfény, vasútállomás, Kampóra, Diós, Muzavirág utca, 13-a Budapéfény, vasútállomás, Kampóra, Diós, Sashegyi út, 15-ös Boláros tér, hírvállomás, Gyöngyösi utca, metróállomás, 16-os Deák Ferenc tér, metróállomás, Szél Kálmán tér, metróállomás, 16-a Dísz tér, Szél Kálmán tér, metróállomás, 20 Keleti pályaudvar, metróállomás, Káposztás megyen, Szilaspatak, 21-es Szélkábát tér, metróállomás, Csillebéc Kft.
21 a Székelybetén metróállomás Tolmafa, 22-es Székelybetén metróállomás Budakeszi Tesco Park Center, 22 a Székelybetén metróállomás Budakeszi Dózsa György tér. Ez szép volt azért. Megy a felvétel. Ja. Csak azt mondjuk a nézőknek, hogy december 19-e van most, amikor ezt a videót felveszünk. Ja, igen. Valószínűleg én általában mindig odaérom, hogy nem vagyok 2018. Van az ottan sokszor, igen. Néha azt szoktam mondom bosszak, hogy a viccét csak azt tudom, 2018 november, és akkor honnan tudom, hogy mikor csináltam. Hát sokszor az én sem tudom, hogy majdnem publikus olyan helyen voltam, de hát hogy ott abban a tanácsével, most ez azért érdekes. Úgyhogy hoztam neked valamit, meg. Akartam is tőled kérdezni, hogy így a metró akadálymentesítéséről neked mi a véleményed? Tehát vannak ezek a földben ezek a vezető valamik, ami gondolom, hogy azt nektek találták ki. Tudom, hogy azt mennyire tudod használni, mennyire működik. Ja, meg első pont rossz irányba is megyünk, úgyhogy csak most nem figyeltem. A másik irányba kell nekünk menni. Igen. Igen, tehát az igen, meg itt nagyon. Szerintem jó megoldás az a... Mert... Úgy, hogy igen, hogy a kettes metrő felújításánál volt is ebből ilyen probléma, hogy ezt nem tették be, és így külön kérték is, hogy legyen. És így utólag vetették, és vannak olyan megoldás, mert a stadionoknál nagyon rosszul csinálták, mert így a szék alatt vezet át. Asszik! Hogy neki, tehát az a Puskás stadionnál, igen. Igen, ott a Puskás stadionnál vigyázzál majd, hogyha az ős felé menni felé onnál mész, volt konkrétan egy szék alatt megy át ez a sár. Ezt be fogom mutatni a videóban, szerintem úgyis odafele fogok hazamenni, majd bevágok arról esni, tehát ott leszállok gyorsan. Jó. És akkor megmutatom, de hogy az vigyázzuk el, és akkor itt menjünk föl. Hát itt ott és egy sima lépcső van, azon fel tudsz jönni? Persze. Jó, akkor gyere. Bevált egy kis lépcsőt. Ja, itt kezdődik a lépcső. Eljövünk ide a 14-15-ös peronra. Ott le is tudunk ülni, meg itt azért a teherforgalom nagy. Ja. Tehát itt azért szoktak jönni áthúzó tehervonatok. Ja, akkor megérkeztünk ide Kelenföld 14-15-re. Tehát itt fog majd Patrika a vonatokat lőni. Remélhetőleg lesz majd kapásunk. Ja. Benne áll egy gigant éket, a 35-ös gigant az itt áll melletti mozdony nélkül. Na, ezt megmutatjuk itt a videóba, hogy itt van. Ez a 35-ös gigi. Ez lehet, hogy rá fog járni ide valamik tehervonatra. Szerinted hogyan az egyesülős meghosszabbítása a munkálatait? Hát amikor legutóbb erre jártam, akkor úgy láttam, hogy itt az etelei végállomásnál a sinek már megvannak. Én egyszerűen is sétáltam ilyen októberben, akkor már végig megvoltam a sinek, már csak a felső vezeték osztokban tenni. Az Étabikás Park és az eteletér között is, mert ott még akkor javába építkeztek. Fölött egyébként egy új fölött. Ez a GH? Izé? Szerintem jövő tavasz a legkésőbb át fogják adni. Elviszem, hogy csinálta egy rövid kis rittet, a október 20-án, amikor mentél külön vonatt a Veszteggyőre, és ja, igen. Valami PFT, és így belemászott a videóba. Az akkor volt, az ugyanitt volt ennél a peronnál, ahol most is vagy, csak így mutatom, meg a nézők azok... Az a PFT mit hozott maga után, vagy kettő volt? Na, az egy rendes, az egy munkagép volt, így egy PFT-s jármű volt, amik itt egy, ott azon a vágányon, csak én most mutatom a nézőknek, hogy melyiken, hogy ott jött egy hosszú katonavonat. Ja, és beletolókodott a másik vágányon egy PFT-s, mert bement. Igen, és kicsit károkodta. Igen, meg kitakarta a katonavonat végét, igen. Ja. ez pontosan így volt. Ja, igen, akkor most már akarod is kérdezni, hogy rajtam kívül még van kedvenc videós? Gondolom Kuhár Bence a kedvenc, tehát meg én is az vagyok. Igen, hát még a Rikári. Igen, na, dicsődek majd fogom mondani, mert fog neki örülni, hogy őt is nézed. Hát, még nem is tudom. Nézed a sérmogait is Rikárinak? Hát, mostában én nem tudom, nem érzi ma a videóit, hogy rak fel, de bejelezzel, csak mostában úgy lehet, hogy nem aktív, hogy Rikári. Jó, de hát ilyen hosszú sörvogatokat szokott, mert mondta, hogy csinált még egy sörvogat, csak azt nem tette ki, ami nagyon hosszú lesz. Ez számítógépen sem nagyon, hogy nem tudom, mennyire látod a videóinkat.
Inkább hallgatod, vagy? Most én a Samsungot megtanultam, hogy beszélprogram, és mindig itt, hogy ki van jelenző, hogy következő videó, meg ilyen, és akkor azt elcsütöm, és akkor én, hogy akár így van a telefonon szemben, és én valamelyen látom, de például mit, valami, mutatsz valami jelenzőt, vagy valamit, azt természetesen, de nem látom. Nem az azért, mert főleg egy vonalbias videóknál, főleg, hogyha Gajdácsal vagy megyünk, akkor ez a veszély, hát vagy szoktál mondani, mert a vasútnál dolgozik, akkor kocsi rendező a Fladiba, és ezeket a jelzés utasításokat látom, tudja. Tehát, hogyha megkezdett, hogy az ott milyen jelző, vagy ez milyen jelzés, akkor hogyha ő ott van, akkor meg tudja mondani, hogy hát én megbeszélem a hülyeségeket ilyenkor, mert én megpróbálom kitalálni, mi lehet az. A tizálvasról előtt, hogy ott megy egy költ is. Hát csak egy rész, az tízálmas vonal, és akkor ugye mondtad, hogy már kommentelték a videóban, hogy jelzőtelénk kicsit hülyeségeket beszélni. Igen, az akkor volt, igen, az a múlt már, aztán vittem magamban a Gajdácsot a tizálmas vonal fejárására, hogy ő mondja, igen. És akkor inkább rábíztam ezeket, mert mégiscsak ugye a vasúti dolgozó, akkor csak tudja, már hogy mit mond. Ja, tehát, és... De akkor mondom, hogy azért, hogy a ciklakát szoktad nézni, például ugye a Karcs is nagyon videókat csinál, és szokott ilyen... Őt nem nagyon szoktam nézni, majd szokott, felfogja igen, az irányt, majd Karcsinak egy olyan 800 körül van, vagy 700 körül van, most hétel nem tudom, de... Dikálinak már ezzel fölött van. Csak hát Karcs is szokott ilyen beskiandás féléket csinálni, tudod, mint az idéket, hogy hogyan mondom a videókat meg. És most felrakott egy ilyen videót az EU-s menetről, egy egész hosszút, és az egész jól is sikerült. Ja, és nekik itt a végig ment az EU-val, még kedden a 72-es. Igen, arról tettem is a videót, azon végig mentem. És egyébként meg Karcsak is vannak ilyen gameplay videói. Lehetek. Na, ez fel is felett hangja alapján, hogy ez milyen mozdony? Ez egy maga magán Tanax, igen, Tanax és magán. Mindjárt mondok neked egy pályaszámot is, de azt én sem látom. Ja, 186-360-as taxi. Ez egy magánvasúti taxi. De ez csak egy mozdony? Igen, ez tehervonattól érkezett most, és most ki is száll a vezér, ezt le is fogja zárni, úgyhogy itt most. Ez egy odabig nem megy tovább. Ja, van egy kis ködés, de annyira nem vészes, tehát látótávolság az nem zavart be nagyon. Tudj, Isti Borbét is követem. Egyébként közben elindult egy Szilin, nem? Szilin hangját megismered, gondolom. Persze. Sima Szili, vagy papagáj, vagy feske, vagy címus? Ez úgy látom, hogy klasszik. Ez klasszik Szili. Hát idő megy, mert húsz valamit is. Harmikocsikat, ja, és közben figyelj, ott jön a vonat. Tehát figyelj, be is van kapcsolva a kamera, meg tudod fogni így. Ja, persze, és akkor visszakasztom egy közeletre. Ja, és akkor ez fog meg, és akkor ugye, ugye arra a peroldal fogja jönni, és már itt is van, úgyhogy... Ja, látom már a fényét. Kicsit előállt meg amúgy. Hát igen, mert ugye például most azért jöttünk ide által a tehervonatok miatt, de és egyébként egy SFS ezért Taurus vitte. Ja, hallottam a hangjára, megismerem a Vectrot meg a... Ja, közben akkor elveszem, majd azt már később kiderül, hogy mit vettél föl. Ja, de... Benne lesz a videóban, majd benne hagyom. Jó, még azt is, amikor Vectron videóztam, azt is hagyom benne. Ja, persze, nyilván benne hagyom. Láttam, hogy az egyik videódat azt pont a 4-es Vectronról tetted föl. Igen. Nem mehet a teljeségben, mert hát győzzéget mondom, egyik már visszat, nem megyünk el. Ezt mondtad, igaz? Ja, ezt mondtad az időt, hogy nem megyünk el a keleti, mert mondtam, hogy megyünk a keletig, és akkor úgy akkor teljesen, hogy nem csak a másik állás már vámat érig veszem. Ja, igen. Ja, talán még azt a videó elmutatjuk, ugye, hogy azért Petrával azért hamarabb is találkoztunk, mert felismert a megállóban, amikor jöttünk, hogy ugyanúgy a kamera volt a kezemben, és filmeztem a buszt, amikor leszállt a buszt, és akkor hogy az biztos én vagyok, aki a kezében a kamerával filmezi a buszt, és állok el ezt az üldésbe. És akkor gondolom rád köszönt, hogy ja, igen, hogy akkor megyünk, és akkor... Éreztem, hogy rendkívül, hogy mondom, biztos össze fogtok futni, és akkor bejössz az iskolába. Bejössz, de hát persze, hát ilyen mondta Fertz, hogy menjünk be az iskolába, és akkor nem fagyoskodunk odakint. Tudom, még csak egyszer voltam, és a sok ideig, de...
Milyen volt szerinted az iskola? Hát most amennyit én láttam belőle, hát egyszer. Most közben bementem a fiatalbátor, és leültünk egy padra ott a főbérlettel szemben. De gyakorlatilag egyet láttam. Az Ambi videót nem tudom, hogy őt mennyire ismered, de mert ő is egy nagyon jó videókat szokott csinálni. Csak egy csemegésben, meg egyszer láttam a videóban, csak úgy ismerem, mint... Igen, volt egy közös videónk, és ráadásul ugye miért megtudtam, hogy azért itt lakunk a szomszéd, gyakorlatilag majdnem szomszédom, így aztán több videónk is lesz együtt. Ja. Hát meg majd teljesen, hogy arra felé jársz az ős vagy akármi, mert akkor az akkor lehet, hogy látsak akkor a kambira, hogyha itt vagy, akkor gyere le egy persze, és akkor vele is tudsz találkozni. Ja, az igaz. De hogy ott melyik buszál meglátok? Na hát a 44-es, a 45-es, meg a 67-es. Az a szemben lévő meg kijelölt áll, meg a Gödöllői hívnak az első megállója Rákosfalva. Ja. Azt a busznak a végén a másáit is tudom. 44-es az összezétele betű, és éve a más Centenáromír. Az a Centenáromír megy, igen, az a Centenáromír lakó telet. Igen. 45-ös összezétele betű, és éve a más cíkot a lassú. Stimmel. Nem is 67-es? 67-es összezétele betű, és éve a más Rákos keresztül aranyút ut. Ez egy győri személy vonat. Ja, ez közös. Tehát raktad fel azt a 2018. novembert fényes megállóhely bemutatása. Ja, igen, és azt mondtad, hogy csak Bézé meg Uzsi szokott járni, de én már volt, hogy kifogtam rajta innen picit, hogy mi az. Jártál arra? Aha. Békésebben jártál? Igen, jártam. Mikor? Hogyan? Na? Hát, most két békésen, hát vagy békésen nem jártál esetleg, mert hát, tudod, én meg onnan származom, hogy Bece, békésen jársz, akkor feltétlenül szóljál. Tudod, hogy ott van egy kiállított gőzmozdony a Békési Pálinka főzde udvarán, és először a Kuhár Bencét találtad, meg így a videósok közül, és akkor rajta keresztül minket, vagy hát, ki volt az első, akit megtaláltál? Igen, és úgy, hogy Kuhár Bencénél valami megtaláltam, elkezdtem ez a videóit, egy kb. Egy éve. Nagybulmáromat láttam az első videóját, és utána beadott téged. És akkor te is csináltál a Nagybulmárom videót, hogy akkor laktad fel kb. És akkor így mondom, hogy kérdezem magatom, mondom, ez ki? És azóta meg engem is nézel. Igen. Mikor utána még volt egy kis szület, egy 2-3 hónap, amikor nem voltam rá, se feliratkozva, amikor már Bencére, aztán végül mind a kettőtőkkel feliratkoztam. Na helyes. Na de mondom még ezért, hogy Ciplakát meg Zelinka Zoli tudom ajánlani, mert csak azért is, mert jó barátaim, de egyébként is jó videókat csinálnak, de csak azért. Ja, és egyébként jön valami, tehát volna várják volna, mi van a másik irányba, és akkor figyelj. Ja, látom, három. Igen, ez egy őbérzés volt. Ez egy Ez tudom már, hogy az Euro City, ez nem Railjet. Van egy első osztályú kocsi a végén, meg egy ÖBB-s szintén. Ez egy fülkés kocsi. Amikor Szegeden jó tök tömegközlekedés szerinted amúgy? Szerintem egyébként Szegeden a legjobb a tömegközlekedés, mert mondhatni a legolcsóbb is, mert egy sima napi egy 1040 forintba kerül, az messze a legolcsóbb. Igen, azt mondtam is meg egyébként nagyon. Tehát igazából villamosra bárhova eljutsz, és ezt tapasztaltam. De utas tájékoztatás az jó, ma az átszállás mindenhol mondja. Ja, és minden izét a villamosokon meg a buszokon van wifi. És ami a poén az én bomba olyan hangosan felrögtem, amikor felszálltam a Nosztalgia Zibuda a fényre, a P-Pestes terminál rajta, az IUN, a Nosztalgián, ami már nagyon ritkán megy ki, meg a Wi-Fi, tehát azon is van Wi-Fi, tehát a router ugyanúgy rajta van, meg a P-Pestes terminál. Azon csodálkoztam, hogy felszálltam itt a Tátrán, ott amikor vettem fel a Tremtrain-t, és akkor felszálltam, és olyan hangzóan volt közben, szólt, és én zúgott az a nem tudom, melegítő vagy mi a szocitáltási, azt így közben kicsit benne volt a videóban, ezért közben, mert ez olyan, amikor gondolom a fűtést irányítva. Igen, meg ráadásul ott a hudakvágvágány volt a fordítónál, és ahogy átment, ott elég hangosan énekelt, tehát ugye az a klasszikus nyikorgása, hogy a nyomkori vagy megy át. Ja, az a jellegzetessége, amúgy. Hát nem csak a Tátrának, hanem az sok villamosnak egyébként. Hát jó, de annak a legjobb ilyen kanyarodójára, amikor így csinkodom. Nem tudom, hogy azért láttad a debreceni videómat, mikor ugyanúgy filmeztem a KCV-ket, és amikor megy a hudokba a nagy állomás előtt, meg a cafot is. Azóta szimbolt kaptam a halat, hogy de este néztél egy 8 kudó, és mentek a kafok, meg a KCV-k, és akkor itt pont melletted ment a kaf, és éppen kanyarodott, mondom, mindjárt megsüketülök. De milyen hangosan ezért énekelt ott a kafot? Azt néztem, hogy ott a hulokban ott nagyon ezért énekelt a kafa. Nem sikertünk? Nem, a KCV 7-hez képest akkor hangzom, hanem
Még azt nem is kérdeztem még, hogy villamosok közé van-e kedvenced, vagy van-e kedvencedesen. Talán a gaz, KCS, na, CSR. KCS, gondolom, amikor... Ücsék, na. Amikor a Dunaparton járnak, Ücsék, KCS-ek, ezek gondolom, azért már... Az Ücsék, azok még állnak a 47-esen, 48-osan, bizony, talán meg a 40-esen. De a kettesen már csak KCS-ek járnak, úgy tudom. Legalábbis én azt mondtam, hogy ott naponta át, én... Ja, megváltam a fényvillamossal, a kettesen vasárnap. Megnéztem, hogy ebben a... Érdekes, az iPhone-omon is van, Budapesti Beletér, meg a Samsung-on is, meg most kettő telefonom van. És az egyikben csak az alapdolgok voltak benne, viszont a Samsung-on a, benne volt a Mikulás, meg a fényvillamosok is benne voltak, és így tudtam követően, melyiken van. Hát igen, mert a Mikulás trolli az SST volt, és ez be van jelent ezzel futárba. Ja, sajnos a 9000-es. Igen, a Mikulás busznak a BPI 206. Igen, egyáltalán most csak egyszer jártam úgy. Ja, de a délpesti buszgaláshoz van állomásítva, és szokott az járni. Még nyáron is láttam, igaz, hogy a Mikulás díszítés nincs fent. Most jár egyáltalán, ahogy most, vagy Mikulás buszon. Hú, na, nagyon jót kérdeztél, látod, ezt nem tudom. Én csak tetszik batonikai kócsinyasztetésnapom. Köszönjük, hogy utólag is boldog szülelpot. Hanyadik volt? Lehet, hogy mondtad azt is, hogy elfejlettem. Boldog születés volt előre is. És akkor ezért, akkor látom a keleti néhát, apukám mondta, hogy akkor volt ott a keleti néha a Mikulás busz. De nem tudom, hogy azóta járna még, mert úgy van feltűntetve a budapesti menetben, hogy 1206. Igen, hát az volt a klasszik szám, még a régi rendszám is az volt 1200. Azért az lett a Mikulás busz. Szóval nem tudom, az még jár-e még, mert azt észrevettem, hogy ami nem jár, azt már kiszedik a menetrendből, de ezt még nem szedték ki. Nem is, amikor utoljára megnéztem, akkor még benne van. Az biztos, hogy állományban van még a délpesti buszgadásnál, állományban van még. Hát tavaly eleve úgy volt, hogy Mikulás buszként is csak délpesti vonalakon járt, de így össze-vissza minden nap ásolva, vagy éppen beosztották. De akár egyszer megnéztem, mindig azt mondom, ezért a járványban. Na, most megérkezik a... Talán, ez egy vektron. Ez egy SMS meki. Azért látom, tudsz te, tehát azért a vonatok felé is. Van üresen a hangja egyébként, hogy ilyen. Na várj, akkor valamit most meg fogok kérdezni, beszéltem a nézőik közé, biztos, hogy lesz kommentben azért, hogy a szafillamosokról itt a pestiekről van valami véleményed? Vagy mit gondolsz? Fűtés az, ami nagyon rajta, a, nem a kedvencem. Egyébként a Debreceni meg a budapesti kaf, a rövid, azok hasonlítanak egymásra. Igen, szóval ugye van Budapesten még ez a hosszú fajta, és abban is van 12. Tudom. Benni az éjfolyamtársa mesél, hogy most érkezhetnék én ezekből a szar SST-kből még 10 óra. Váltak forgalomba. Hál' Istenem. Mi, az SST-ket nem szereted, vagy nem szeretem menni? A GST-ket még elviselem, az MR-neket utálom. Hát azokat én se. A GVM meg a ZIU. GVM az mégis a kikadusz, nem? Tehát azért van valami egyére, tehát azért azt gondolom, hogy... De hát én sokszor utaztam az SST-vel, és már a 70-78-osokon az megy, de hát nekem különösebb bajom nincs velük végül is, kényelmesek, mennek. Már meg is. Még alacsony padlósak is. Na, de a GST-nek az ajtócsegé az valamit a Volvo-ké, amúgy. Összevettem. Hát de szemben is ilyen tudod, holik vannak ugye, hogy ezek a Ganskodák, vannak persze Solarisok. De ott zöld vagy kék, nem tudom ilyen szóval, nem piros. Kék. Ilyen kékfehér. Ja. De ott a kafé sárga kék. Igen, amikor a kafa sárga kék, igen. Viszont annyiban különbözik a kialakítás, hogy a második rész volt nem egy rajta, hanem kettő. A középső rész a harmadik rész volt alapból nincs rajta, mint az itt a rövid kafnál. És a negyedik résznél, mert ott is ugye öt részes, ott is kettő rajta van, nem pedig. De látod, nekem ezt eszembe sem jutott, amikor ott volt a Debrecen, az ajtókat számolni a villamoson, azért nem tudom semmi, miket tudsz. Az elején sem olyan, mint az itt, na, elején sem olyan, mint itt, másmilyen. És egyébként az ülések azok milyenek azon a kafon ott? Hát nem tudom, nekem kényelmes volt itt. De ugyanolyan volt, mint az itteni? Ugyanúgy nézett? Hasonló, hogy olyan szövetülései vannak rendesen az itteniek. Szóval miért érdekes, majd nem tudom, hogy majd a nagyvad videóban benne lesz az a jelenet, mikor az ULF-re. Ott vannak ilyen tudod, Bécsben is járó ezek az ULF villamosok, Siemens. És azokban nézem, hogy ezek a nagyon kényelmetlen műnyögülések vannak. Hát én nekem az STK-nak az STK rendelőkből lévő ezek a műnyögülések voltak eszembe, hogy kényelmességi faktorban is az. A tevése sokkal kényelmesebb, még a műanyag is. De az tényleg olyan ez a... Ott várható, ott van rosszabb az ülése. Hát azon az ULF-en tényleg azt mondta, azt hittem, hogy amint egy orvosi rendelő körében ott vannak ilyen kényelmetlen ülések. Ezek a gondol nem volt marha kényelmetlen. Hát
Hát meg most amennyit betvettük vele, meg hát igazából én nem nagyon ültem le, hanem így ezért. Látni lehetem, és videóztam ott hátul, mert ott is ez a egyoldalú villamos van, hogy hudokba fordul. Tehát lehet a hátsó ajtónál, vagy a hátsó azért nagy célvédőn videózni. Kezdek ilyesedni. Hát meg most mennyire hidegebb van, nem? Ja. Kezdek kicsit fázni. Hogyha még, hát most megint is, hogyha kitárgyaltuk a metrókat, a villamosokat, a trollokat, és hát nem tudom. Van még valami? Nyilván esetleg, amit... Mi nem volt még a buszok, az? Ja, hát az annyi videó nem lesz. Csak a 22-ig utaztam. Jó, nem egy egész estés filmet terveztem, hogy... De mondom, hogy a metrószerintem el tudom mondani egyébként majd. Mert Kelenföldtől a másik nyelvös pálpápat én is simán elmondom. Ja, hogy te... Ja, arrafele laktok, hogy te másik elprezentáltál, gondolom, hogy addig fogtok majd jönni. Hogy a bátyást nem tudod, hogy az hol van. De a Blahában nyilván az a Tiszabold. Hát a Blaha persze. Na onnan neked dolog volna a Népszáz utca, ahol időutat az fogja UV még optimáltodikat. Apukával hangotról felismertem, csak nem akartam oda menni be. Ja, de várjál Patrik, az nem akkor volt, amikor nyíltabb volt a kocsi színbe? De, akkor volt. Akkor az vagy ezért télen szólt az Extreme Presence-ből? Nem tudom, hogy ismerősei hívják Extreme Presence-ből. Valamelyen ismerős már. Csak hát én már nem érzottam, de vele találkoztam most a határútnál sem, amikor villamos videóztuk, az Extreme Presence, csak hát ezt így mindig kimondani, hogy Extreme Presence, az nekem sem olyan megy. Tehát én akkor mondom, hogy ez a T-Rex, ugye ez a másik neve, ugye a T-Rex. És a hát azt most nem mondom, hogy videóban nem biztos örülne neki, mert nem véletlenül ugye még a Facebookon is állni rám. Én tudom, de... Hát vagy ő volt, vagy Zelinka Zoli volt, mert velük futottam ott össze akkor. Tehát Zolival rögtön, mikor mi mentünk befele a kocsi színbe a Tátrába, akkor így láttam, hogy jön szembe, mikor videózom a Tátrát, tehát vele akkor futottam össze, meg Térexel, meg a kocsi szín előtt, és visszafele már egy UV-val jöttünk. Ja, igen, de egyébként... Nem ugyanaz az UV-ban feldíszítve most mondom? Nem, az UV van. Olyan jókat tudsz mindig kérdezni, tényleg meg tudsz ilyenkor lepjelzni. De UV-ban mindig ugyanaz van feldíszítve, azt tudom, de hogy egyébként... De hogy ugyanaz volt, hogy nyílt a pal, az jó kérdés. Hát ezt most így nem tudom írtam. Nem tudom, melyik volt a nyílt, akkor meg kell nézni a videómat, mert abban rajtam a pályaszámban minden, de hát ezt nem tudom. Meg volt a villamos felvonulás, nál is még hogy ott is meg volt az UV, meg a MUV is meg volt, meg az egyoldalú bengáli, meg a másik bengáli, meg a fotós felett is volt. Ja. Tehát ugye videót csináltunk. Ó, már kezd hideg lészet, lassan menjünk. Menjünk, igen, szóval jó, akkor menjünk, és hát igazából akkor menjünk, amikor mondod. Nagyon sok matot láttunk. Ja, sajnos, igen, ez így jött össze. Annyi volt, hogy már megcsinálom számon, hogy annyit láttunk. Sajnos a vonatokat mi nem tudom megrendelni, hogy pont amikor jövünk, akkor minél több legyen. Ja, nem lehet fogadni gondolni, hogyha nem is ha leérünk, de akár a metró leszünk, akkor szerintem fognak jönni döngivel. Biztos, tehát eljönünk lefelé, ez így szokott lenni a körves útra, és kint vagyok, hogy mi elpakolom az összes felszerelést, fényképezünk a kamerát, mindent, és elindulok vissza ott a Fidedi úton, akkor már hallom, hogy így csattog át a teltvonat. Ja, de látom, hogy ott is videóztál már 2016-ban, és akkor még ott mentek ki LC-k is. Igen, mert azt majd, de közben akkor mehetünk is közben, mert beszélni, mi úgy is tudunk, csak várjak, akkor hogy hagyom felvételre, akkor... Ja, várjál, fogd a kezemet így, szerintem egyszerűbb. Tehát ott is úgy volt, hogy akkor még egészen a tavalyi menetrendváltásig ezek a nemzetközi LC vonatok a keletiből mentek, és a körvasúton átmentek Vác szófelé. Igen, ez mindig ugyanaz. Viszont tavaly menetrendváltást, hogy átkerültek a nyugatiba a nemzetközi LC-k. Igen, és is veszült a Fovár, meg a... Igen, és akkor... És azóta azok nem a körvasúton mennek ugye a nyugatiba, hanem egyenesen Vác felé. Csak az Eurodájt megy ott esetleg. A Metropol ott van azt. A Metropol, Eurodájt, ez a keletiből megy. Most minket nem látnak, de most azért megy a felvétel, mert közben ugye érdekes dolgokról beszélgetünk. De mindegy, hát most nem tudom, hogy fogjam így, nem látom az LCD-t, hogy mindegy. De mindegy, hát jó lesz az így is, vagy maximum majd a hangunkat hallják. Ja. Hát meg rosszok, már úgyis kommentelik újra, hogy fújtod a kamerát.
Ja, meg ugye látom, hogy a Bencit is kérdezett, hogy milyen zenét rakott be a videók alá. Igen, akartam, hogy ezt ugyan tudja. Azt tőlem is által... Sok trollkéréseket tettem. Igen, én lakottam neked megmondani, hogy megkérdezett, hogy milyen zenét rakott be, hogyha még megvan a Sony Vegasnak a projektfája. Akkor meg tudom nézni, de egyébként. De ne itt menjünk le, hanem a másik aluljáron. Hát igen, mert általában ilyen játékzenéket szoktam felaktívni, vagy pedig van ez a YouTube csatorna, ez a No Copyright Music, ahol elvileg, hogy honnan az a zenét, akkor az nem copyright-os, tehát be lehet rakni. Ne fogják letiltani a videódat miatta. Vagy vannak ilyen régi számítógépes eltelenek a zenéi, amiket nem szoktak levenni. Ja, meg itt most már arra videóra vagyok rákattal, amit csinálták 2016-ban. A Balaton szedjük vasúkora, és abban tök közeléket lesz ebben a szót. Ja, igen. Ja, vélem, hogy ez itt lesz a lépcső. Hát igen, de az általában az ilyen spontán szokott jönni, hogy feltudom a zenetet. Ja, köszi, hát azt hát jó hallani. Meg általában úgy szoktam csinálni, hogy letöltöttem a No Copyright Music YouTube csatornáról majdnem minden zenét. És akkor így válogatok, tehát nézem ott a zenekeim felaimat, ahol ezek el vannak, külön egy mappában el vannak mentve a zenék, és akkor így keresgélek, hogy belehallgatok, ó, ez jó lesz, akkor dobjuk be. Hát de akkor jó zenékben hallgattad ezzel. Nem, tényleg jó. Hát igen, hogyha az nem tetszene, akkor nem tenném bele, vagy van olyan, hogy nem ugyan nem tetszik, de a videó hangulatá, hogy odaillik, vagy... Jó. De volt egy két, hogy megfaszt a videót, még egy két hete, azt a Balkos egy utvasútonat. Az első zene volt, a sportel is ismertem, csak a szívét nem tudom. Az amivel dubstep volt a videóban. Jó, hát van ilyen. Hát igen, és... Többi nem ismertem, de azt is ismerem. Igen, általában az ilyen vonalvideók a legjobbak, mert az a sok olyan nincs, várjál, itt menjünk le. De itt le tudom menni a metróba. A videó, most pedig. Ja, igen, itt a két lukasztó között elmegyünk. És akkor most nem is egyenesen lesz a mozgó lépcső. Kezdett, hogy egy is fél perc múlva megy a következő szerelvény. Na, ja, menjünk erre, jó. Jó, most döntsük el, melyik ajtó menjünk be. Ja, itt vannak ezek a mozis ülések, gondolom az alszóban ilyen is van. Ja. Ja, várjál, ezt a hajtod, és akkor várjál, hogy ide, ugye, ahova akarsz. Látom, hogy volt ugye, amikor Bárdos egy Somogy szoba, egy városban is voltál ott, valami reggelét lett, és igen, ott a megy volt, és akkor látom, hogy kicsit túrítod magadat. Az jó, de visszanézed azt a videót, az volt, hogy ez a nem járt Malaton, és a vonalnak a szülinapjára elnezték ezt a külön motor, hogy 125 éves lenne a Malaton, Szentgyörgyön Somogy szobas útvonal. Ja, meg látom, hogy kicsit itt áll. És az volt az érdekes, hogy ugye megálltunk Böhönnyén, akkor ott és kijött az egész falut, fogadott minket, és akkor kínáltam minket pálinkával, sütivel, mindennel, veszteljünk ugyanazt pálinka sütivel, és persze nem utasítottuk vissza a kézé pálinkát, mindig ittunk, és akkor azok, hogy haladunk egyre inkább ugye vissza Szentgyörgyön felé. Egyre jobb. Igen, akkor bejöttek ránk, most ez akkor meg Marik Vitál beszélünk. Bizony, egyre jobb a hangulat, igen. Igen, az jó volt akkor meg már. Nem is adnánk, hogy Dénibe mentünk, és még Rikári van, mert ugye ott volt Rikári is. És akkor jöttünk vissza az aggalommal, ugye egy ékényestől. És aztán még kitalálták, hogy ez a Rikári, hogy ígyünk már meg még egy sört a Dénibe, ott van egy okos. Nyilván Gajdás sem mondta azt, hogy nem meg én se, tehát... Ja, meg láttad, amikor mondtad a videó végül, hogy kicsit elkalandoztál, hogy régen nem állt meg annyi helyen a intenzités, akkor mondtad, hogy... Hát igen. Mondtad, hogy sőre nyugodtan meg lehet hívni. Ja, tényleg volt, igen. De az Rikárin kívül senki nem veszi komolyan egyébként. Rikári már hívott meg sőre Meg minden videó végén van, mert hogy lehet lánykodni, lehet diszlánykodni. Hát azt igen, azok a kötelezőt. Mikás Park? Mikás Park? Ja, nem, ez ma Újbuda. Hú, gyorsan vagy az idő. Ja, ez az egy... Jó, most itt azért elbeszélgetünk, azt mondjuk, hogy ezt csak ma ott vagyunk a keletibe. Ja. Igen, hát azt... És ne felejtsd el fel, azt az állom, ezt a slittet ott a... És akkor azt majd így megmutatom. És akkor az őstől hány megállok mész busszal?
Hát szerintem nem is biztos, hogy busszal megyek, lehet, hogy hével megyek, megyek egyet, és akkor az nekem a leggyorsabb az, hogy a hével megyek egyet, és akkor otthon megyek. És oda hádat visz? Hát, oda megy gyalogoszna? Hát, meg egy gyalog is 10 percre van. Tehát igazából az ős a gyalog 10 perc, az, haza is sétálok. Hogyha éppen se hív, nem jön se busz, nem jön se tolé, nem. De hogyha van elkülön vonat, akkor a Noha GMS-ek mindig jelő, Noha a 10-es rohamot. Az mindig azzal van, a Noha GMS külön vonat, hát, mert az az alapítvány saját Nohavja, az biztos, hogy az mindig azzal megy. És hát abban mindig olyan helyekre megyünk a 10-essel, az úton mindig benne van az, hogy olyan vonal is van benne, ahol már nem lehet úgy rendesen közlekedni. Vagy már bezárt vonal, vagy csak teherforgalomra van, vagy ipartelepek például. Hogy a 13-asra nem tudtok menni, mert az már rossz pályán. Nem, mert hát kisbértők közért környéig nem lehet le rajta menni, mert ott bejártunk ilyen gajdácsra a gyalog, tehát azt láttam, hogy ilyen állapotban van. Ott kell lemenni valamiért a környésre. Hát meg ott sínhiány is van, tehát van, ahol hiányzik a sínek, az nem lehet már rámenni. De ott még is kell lemenni a töltésre. Ja, szerintem azért, mert annyira benőtt a gaz, hogy nem tudtunk rajta haladni, és mellette ott volt egy földút, és akkor inkább azon mentünk. Ja, de csak egy kis ideig, utána visszamentünk. Persze, hát Diós előadományán is volt ilyen szakasz, ahol inkább mellette sétáltunk, mert megjön. Ja, felraktál egy részletet abban a videóban, hogy a villanypásztort. Ja, amikor megfogtam a villanypásztort, és megfogtam. Igen, tudom. És ahogy a Bucsi mondta rá, hogy a még a faszom is fel, hogy... Na, esene családban át videó most már, de nem baj. De igen, az volt, hát szóval... nem volt meg a videónak az a része, mert úgy van, azt hittem, hogy megy a kamerának, közben kiderült, hogy nem ment, amikor így... De ahogy ment igazából, mert megrázó érmében volt, ja igen, akkor nem volt, hogy megcsapott. De maga, amikor megbaszott az állam, az nem volt rajta, mert az úgy volt, hogy... Ki volt húzva a dolog mind a két oldalon, és akkor itt több is egymás alá, tehát elkezdtem ugye felsődik piszkálgatni, rendesen, mert úgy, hogy készfejjel csapkodtam, hogyha mégis van benne áram, akkor ugye az, és akkor bizonyat a semmi, alsó becsapkodtam semmi, és utána meg elkezdtem itt két ujjal megfogni, és a kételem. Nagyon, de 12 volt van benne, azért eligenesen éreztem, hogy megcsapott. Ugattam hátam egy két méret, meg én észre, hogy a kezemben így végig szólott az áram. Jó, de hát volt, amikor 2-20 is látott már neked ahhoz képest, de nem egy nagy probléma. Hát előfordult volt már olyan. Szép. Hát az állatos számítógépet szereltem, aztán a tápegység megcsapott. Közben akkor Kelenföldön érkeztünk. Hát sok szerencsé nem volt a vonatokkal, mert kevés jött, de... Hát nagyon. Legfőképpen te volt, nem is ment el, csak egybeérkezett, ami... Ja nem, igen, és először csak ablakosok jöttek, úgyhogy most nem volt szerencsénk Kelenföld, de pedig valamikor meg egyébként ilyen 10 percek jönnek a tehervonatok. De most így lehet, hogy mindenek alatt már nagyon mászkálnak a tehervonatok, sem nem lehet ezt tudni. Hát most éppen pekünk volt ezzel kapcsolatban, viszont legalább ugye találkozni tudtunk, meg... Ja, feszélgetni jól zöldi. Igen, de hát akkor... Ja, iratkozom fel mindenki azért, Patrikra is. Ja. Most azon szerint kis 80 iratkozom. Lehet, hogy lesz egy kicsit több is. Ja, bízom meg. Ja, meg azt a videót, amit azért mondtad, azt hogy beteszem ide a leírás alá, úgyhogy majd mindenki nézze meg. Ja. És akkor hozunk össze karácsonyra Patrinak egy 1000-es nézettséget. Hó, jó lenne. Na most vagytok itt nálam, ami 2100 valahányan most, tehát most abból azért 53 ember legyen már aki ráklikkel. Ja. Akkor meg is lesz az 1000? Igen, és akkor meg lesz az 1000, bizony. Ja. És az is jó, hogyha az 53 ember, az még fel is iratkozza, szóval. Akkor mit, hogy 5, akkor lenne 61 feliratkozó. Na persze, hát akkor meg egy fénypark, akkor feliratkozód is lesz. Ja. És egyébként, hogy még valamit, hogy tartalomgyártás lesz még nálad? Vagy tervezel valamit? Szerintem lesz, akár is tervezem. Nem tudom mikor, de a hétvégén szerintem valamikor lesz. És lehet valamit tudni adóan, vagy legyen meglepetés, így karácsony előtt. Azért legyen meglepetés, mert magam sem tudom, hogy mit fog, de... Na látod, ez a City Trolli lesz, az egy új trolli, ami... Ja. Több információt azt majd elfogadod a videóhoz. Na, nagyon helyes, igen. De látod, ez sokszor nálam is így van, hogy mi nem tudom, hogy honnapból fog menni videózni, ezért nem is mondom. Ja, közben itt vagyunk a 4-es metróban, csak most itt tudtunk leülni, mert már Kelenföldön kezdtünk szétfagyni. Hát kicsit tudunk. De úgyhogy akkor szerintem akkor ezzel a videóval nagyjából el is tudunk köszönni. Ja. Köszön, valamit üzensz még esetleg a nézőknek? Nem tudom. Nézzétek meg többen a videót. Oké, meg az enyémeket is. Amik lesznek, hogy iratkozzatok fel minél többen. Ja. Most is mondasz, hogy lehet lájkolni, diszlájkolni. Ja, persze, hát nyilván lájkolni, vagy diszlájkolni lehet. Te nyilván lájkolni fogod, ugye mennéd azt mondani, hogy nem, de egyébként diszlájkoltad, és hogy nem tetszett. Ha jó ebben, akkor az persze nyilván tetszett. Akkor az neked nyilván tetszeni fog. Lehet, hogy külön ütlás, ezt tudni. Lehet, hogy fogok kettő lájkot, és nem tudom még. Sőt, akkor nem vagy mi feliratkozva, akkor fel is iratkozhatsz. Á, fel vagyok, persze.
Még akkor 2000 fél között már kb. 1500 fel volt, mert akkor nem tudom, nagy volt akkor még április. Akkor nem te voltál a 2000-dik. Nem, már korábban feliratkoztam be. Hát nem baj az. Valaki, hát az, de hát a 2000 nem tudsz feliratkozni, hát nyilván akkor. Ja. És mikor fog olyanak kijönni a 2018-12 tömegközlekedési vegyes? Hát az majd csak jövőre, mert abban még a decemberiek benne lesznek, és még valószínűleg fogok fölvenni decemberben. Hát most is vettem föl többet is, tehát... Akkor azok is benne lesznek. Persze, azok folyamatosan fognak készülni. Ez a metró is benne lesz, amit most felvettél, ja. Szerintem. Persze az elhaladó metrók is, a többi, meg a vonat is, amit felvettél. Még lehet az is benne lesz, amit temettél föl, az a vonat. Ja, igen. Úgyhogy nem lehet ezt még tudni előre. Ja. Lassan megyünk fölmenni, szétfagyni. Hát jó, hát innen már bízom azért. Te még mész egy kicsit, elmész egyben át a keletén. Hát nekem még át kell szállnom a kettes metróra és a keletinél. De még a keleti és Puskás között hosszú a távolság, szóval melegedhetsz még. Hát az a leghosszabb egyébként, a kettes metrón biztos talán. Meg Magyarországon is szerintem. Hát lehet, hogy a hármason azért ráved a határút köki, de igazából szó. Az nem végig a logót, az már a legtöbb az felszín. Hát igen, de hát akkor is még a leghosszabb megálló táv, az lehet az. Hát ja, de... Ezt majd valaki megmondja, ezt én már fejből nem tudom, hogy ez, hogy melyik mennyi. Majd tervezesz egy olyan videót, egy ilyen kis videót, hogy elmondom az összes buszvonalat. Így szám szerint is elmondom az összes végén. Na majd egyszer csinálunk egy ilyezése, akkor azt hiszem, hogy feliratkozta az Gál Marci mellő, aki fejből tudja az összeézét, a teljes menetrendet szerintem. Meg kell mondom majd. Én csak a 2017 E-busz felettetét tudom, ami csak reggel megy. De mondom azért, ajánlom én neked azért Karcsi meg Zolinak a csatornáját, majd elküldöm neked linkbe, és akkor majd az ő videóit is nézek. Megnézz azt, akkor feliratkozok rájuk. Egy kis reklámot csinálok nekik is, akkor... Ja, így reklám. Egy kis karácsony ajándék nekik is kijárnám. Ja. Na jó, akkor közbeszéltem. Valami is van lesz, oké, többi napon holnap már szerintem ki lesz, úgyis megnézem. Hát meg fogja adni a telefonom, azt akkor... Hát most igyekszem, egy kicsit... Adni 12.300 évőt feltöltött a követ. Ja, egyébként akkor azt még így elmondom így azért közben, hogy azért ez a névválasztatás, ez nincs ebben semmi rendkívül, csak amikor regisztrálni akartam a YouTube-ra először, még 2005-ben, akkor beírtam először, mit tudom, hogy Dani, azt mondta, hogy az foglalt, a Dani az is foglalt, olyan is volt már, beírtam, hogy egy egyes mellé, ad és azt mondta, hogy már foglalt, és akkor beírtam, hogy a Dani szabda egyet elmélyött, és azt már elfogadta. Ja, akkor így, mert én be akartok érzni, az Adani román előttem, hogy az Albert. Igen, nem, igen, ugye? Pontosan igen. Ez, és a 12.300-ből töltöm a fejemet, mondom, hogy honnan jön? Nem, hát így elkezdtem végig egyet elmélyött, mert azt végre elfogadt. Kommentettél egy ilyen videót, kommentáltál a videóval, hogy mondtam a videóban, hogy fejkamerát akarok, persze mondtam, hogy édes Istenem. Ja, igen. Hogy fejkamerát akarsz, édes Istenem, jó az, pedig legalább nem kell fogni. Ja. Ilyes, biztos voltak érdek, igen. Elég érdekes, a telefon elég... Jó, az igen, az nekem is, mert esélyen így, lehet ilyen fejpántos ez a tartót lenne, amit így feltoszottam fejezni, és akkor és mindig az veszi a kamerát, amerre nézel. Ja, az úgy jó lenne szerintem. Mit tudom, megyek valamerre, azt akarok videózni, akkor legalább nem kell fognom, ja, és... Várjál, csak ez becsület, hogy túl hosszú lesz a videó, és mindjárt lemedül az aksim, úgyhogy gyorsan még az elköszönés, vegyük fel, aztán utána beszélgetünk tovább, csak azt vegyük fel még innen, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, akkor azért... Sziasztok! Akkor azért Patrik is lassan megy haza, meg én is, így köszönöm, jó? Sziasztok! Megyek hozzá a kajára.